A forgalom semmivel sem volt kisebb, mint máskor, mégis balesetmentesen úszta meg a Vármegye az elmúlt hétvégét. Legalábbis személyi sérüléssel járó ütközés nem volt Győrmoson Sopronban, aminek a rendőrök is nagyon örültek. Nagyon-nagyon régen nem volt már ilyen, még egyik kollégám talán emlékszik rá, hogy egy jó pár éve volt egy olyasmi, hogy hétvégén vagy fél hétvégén nem volt személyisérüléses közlekedési baleset, viszont a múlt hétvégét, és ezt beleértem péntek, szombat, vasárnapot is, az egész Vármegyében nem történt személyi Közlekedési baleset. Ami azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon kirívó dolog. Ezért ugye én már a rádióban is adtam egy interjút ebben a dologban, és egy figyelemfelhívásra szeretném ambicionálni a megyében, vármegyében közlekedőket, hogy próbáljunk meg még egy ilyen hétvégét csinálni, hogy ne legyen személyisérüléses közlekedési baleset. Természetesen a héten se az is jó dolog, de, de ez tényleg egy nagyon-nagyon kimagasló eredmény a megyében én úgy gondolom, vármegyében én úgy gondolom, és. És erre ösztönzök mindenkit, hogy figyeljen oda, tartsák be a kereszt szabályokat tényleg, és talán erre a felhívásra még egy kicsit figyelmesebbek lesznek az emberek. A szép eredménynek több oka is van a szakember szerint, részben tudatosabbak és felkészültebbek lettek a sofőrök, másrészt talán végre célba értek a rendőrség prevenciós üzenetei. Az elmúlt tíz évre visszamenőleg elemezve a statisztikai adatokat, és amiket mi látunk, tapasztalunk rendőrként, itt már megjelenik az, hogy bizony többen használják a jól láthatósági mellényt, többen kötik be magukat a gépjárműben, egy kicsit tudatosabban közlekednek, olyan ruházatot vesznek fel, hogy messziről már láthatóak lesznek. Tehát ez mind-mind hozzájárul, vagy, pedi, vagy mondjuk a kerékpáron mondjuk fejvédő sisakot használnak. Tehát ez mind-mind hozzájárul ahhoz, hogy kevesebb sérüléses baleset történik, és én úgy gondolom, hogy ez évről évre egyre jobb és ebbe benne van talán a mi munkánk is, mert hogy ugye a mi mottunk az, hogy baleset megelőzés gyermekkortól az időskorig, tehát minden szegmensben ott vagyunk, és próbálunk előadásokat tartani, fejleszteni az embereket, és egy kicsit a tudatot átformálni az, hogy mindenki felelős közlekedő legyen. Most a Roland hozzátette, minden évszaknak megvannak a sajátosságai vezetési szempontból. A télnek meg főleg ezek közül néhányat fel is sorolt a szakember. Nagyon nagy hibának vagy problémának látom az, hogy nem kaparják le a lejegesedett szélvédőt, vagy a bepárásodott szélvédőt, és úgy indulnak el. Itt hívnám fel a figyelmet arra, hogy a járműnek az első szélvédőjét, az oldalsó szélvédőjét is teljesen lekapart állapotba kell el megcsinálni úgy, hogy utána el tudjunk indulni, és biztonságosan tudjunk közlekedni, hiszen azért ott van nekünk az, az A, meg a B oszlop is, ami már kitakar a közlekedőkből, tehát ne adjuk meg azt a lehetőséget, hogy valakit mi ne vegyünk kész, és ezért okozzunk balesetet az uton. Na most, a másik dolgok egyébként, hát itt nagyon sok mindenről tudnék beszélni, ugye a téligumi használata, amiben ugyanúgy folytatunk egy ilyen téligumi kommandó kampányt, amiben a múltkor be is számoltam már egyébként, hogy itt növekvő százalékok vannak, tehát egyre többen cserélik vármegyénkben ki a nyári gumiukat télire. Ez tényleg egy örvendetes dolog, és ambicionálunk mindenkit, hogy ezt minél többen tegyék meg. Ugye ez a fék távolság, fékút hossza sokkal jobban csökkenhet, tehát egy balesetet el lehet kerülni, hogyha ezt megtesszük. Valamint ugye vannak ezek, hogy a téli időjárási útviszonyokra felkészíteni saját magunkat, akár egy ilyen vezetés technikai pályára elmenni, vagy akár csak tényleg odafigyelni arra, hogyha már vizes az út vagy nyákás, akkor ott lehet egy lefagyás, próbáljunk meg a sebességet visszavenni, és természetesen úgy közlekedni, ahogy azt a Kressz előírja. Rosta Roland megerősítette, azt szeretnék, ha a jövőben többször is lenne olyan hétvége, amikor nem történik személyi sérüléses baleset a Vármegyében. Ha így lesz, a rendőrség is szívesen jutalmazza majd meg a szabályosan közlekedő autósokat.